Indul a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia új utánpótlás nevelési központjának építése a Józsefvárosi pályaudvar korábbi területén. Terepszemlén jártunk akadémiánk igazgatójával, Székely Zsolttal, aki már lelki szemeivel látja, hogyan fog kinézni az új központ. Hamarosan kezdődik az építkezés, a bontás megtörtént már, tehát rendbe tették itt a területet, hogy lehessen építeni, és valószínűleg egy-két héten belül elkezdődik az építkezés. Tulajdonképpen ez egyben ő a régi Salvó-Tarjáni úti pályákkal, tehát ez összesen 9 pálya lesz itt egymás mellett. Cél volt az, hogy még egységesebbé tegyük a képzést, és nyilván azzal, hogy mindenki egy helyen lesz, jobban átlátható lesz, és követhetőbb lesz, hogy hogyan dolgoznak a kollégák. Több ütemben fogják átadni itt az épületeket, illetve a pályákat. Augusztus 31-én adják át az összes pályát, úgyhogy akkor már elkezdhetjük itt a munkát. De az épületeket majd csak november 30-ára készítik el. Láttam a látványterveket, úgyhogy nekem teljesen a szemem előtt van már az új épület és az új akadémia.